Jó estét, Tapolca! Minden hétfőn élőadással várjuk Önöket. Mindenről, ami Tapolca. Minden héten, hétfőn, hétkor. Számítunk Önre. Kérdezzen, telefonáljon. Sok szeretettel köszöntöm a Tapolcai Városi Televízió valamennyi kedves nézőit munkatársaim nevében is. Jó estét, Tapolca! Hétfő esti élő interaktív műsorunkat látják, és biztatom is Önöket, hogy hívjanak minket, kérdezzenek vendégeinktől, hiszen nagyon érdekes témákkal készültünk a mai adásban. Telefonszámunk 687-347-es, kollégáim. Odakint a vezérlőben várják hívásaikat. És akkor nézzük, hogy mivel készültünk a mai estére. Az adás első felében a 8. osztályosok továbbtanulásával foglalkozunk, milyen lehetőségek várnak rájuk itt a városban. Elsőként Varga Tiborné, a Bacsány János Gimnázium és Kollégium igazgatója lesz a vendégünk, majd pedig Szollár Gyulát látjuk vendégül, aki a Széchenyi István szakképzőiskola igazgatója. Ezután egy kicsit könnyedebb témák felé evezünk, ugyanis meghívtuk vendégségbe hozzánk Máriót, a harmonikást, aki nagy dolgokra készül, 2 koncertje lesz még hozzá, Big Band-del, karácsonyi koncertek, erről fog majd nekünk beszélni. Adásunk végén pedig Tihanyiné Bálint Zsuzsával fogunk beszélgetni, aki a Tapolcai Városi Képzőművészkör vezetője, és a beszélgetés apropója az, hogy most az elmúlt héten nyílt tárlata a Tapolcai Városi Képzőművészkörnek itt a Tamási Áron Művelődési Központban. Kezdjük tehát a mai adást. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónk első vendégét, Varga Tibornét, a Bacsány János Gimnázium igazgatóját. Igazgatóasszony, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sok 8. osztályos diák is, és szülő is most gondolkodóban van. Lapozgatják a továbbtanulási tanácsadókat, járnak nyílt napokra, és hát árgus szemmel figyelik a középiskolákat. Hova küldjék a gyereket, mit tanuljon a gyerek. Hát én, ha a szülő lennék, én biztos azt szeretném, hogy maradjon a városban. Nagyszerű intézmények vannak itt a Tapolcán, a gimnázium és a szakképzőiskola is. A gimnázium mit tud kínálni a 8-osoknak? Hát először is kapcsolódnék az előző gondolathoz, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos nem csak a városban maradás, hanem a családhoz tartozás is. Ennek következtében meggyőződésem szerint a legjobban azt teszik a szülők, hogyha helyben keresnek továbbtanulási lehetőséget. Én intézményemnél és az intézmény múltjánál fogva meggyőződéssel állítom, hogy jó választás alapvetően a gimnáziumi képzés, adott esetben a helyi Bacsány János Gimnázium, hiszen immáron 64 éve kínáljuk az évről évre akár megújított képzéseinket a hozzánk jelentkező diákok számára. 8-os szülők egymással versengenek, hogy melyik gimnázium lesz a jobb, melyik az erősebb, hova kell beiratni a gyereket, de én azt hiszem, hogy elsőként azt kell megnézni, hogy itt helyben milyen eredményeket érnek el a gyerekek, mit tudnak felmutatni, milyenek a továbbtanulási eredmények. Hát itt a gimnáziumban mi a helyzet ezekkel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy a mindennapi életünk és az eredményeink pontosan nyomon követhetők az intézmény honlapján és Facebook oldalán. Minden lehetőséget megragadunk, hogy eredményeinket propagáljuk. Így úgy gondolom, az unalomig ismételgethetem akár most is az elmúlt esztendőben szerzett tantárgyi eredményeket. Egyben köszönetemet is kell, hogy kifejezzem a Tapolcai Városi Televíziónak abban a kampányban nyújtott segítségért, ami a Jövő Hősei verseny országos első helyezését és közönségdíját biztosított a diákjaink számára. Nagyon szívesen tettük. Emellett meg kell, hogy jegyezzem, hogy természetesen történelemből, idegen nyelvből, földrajzból, magyar nyelvből egyaránt sikeresek diákjaink, szívesen vesznek részt pályázatokon, tanulmányi versenyeken, és hát itt az országos eredmények nem csak a tantárgyakhoz kötődnek, hanem természetesen vannak a gyakorlatiasabb versenyek is, ilyen például a katasztrófavédelmi verseny, ahol már mondhatom azt, hogy az elmúlt években mint egy bérelt országos helyezéseket hozunk el. Emellett természetesen rendkívül fontosnak ítélem a nyelvvizsga eredményeinket. Azokat a nyelvvizsga eredményeket, amelyeket büszkén mondhatok, hogy a motivált diákok, az inspiráló tanárok munkájának eredményeképpen érnek el, és csak ebben a tanévben, az elmúlt hetekben 17 nyelvvizsga született. Felsőfokú és középfokú nyelvvizsgák egyaránt,
Így tehát hivatkozhatok akár a nyelvvizsga eredményekre, hiszen 12. osztály végére az emelt szintű képzésben résztvevő osztályainknak mintegy 48%-a középfokú, illetve felsőfokú nyelvvizsgát tesz. Mondhatjuk, hogy minden második diák a Bacsányiban nyelvvizsgával végez. Így van, és nem csak középfokú, hanem felsőfokú nyelvvizsgával is, illetve többen vannak, akik mindkét tanult idegen nyelvből sikeres nyelvvizsgát tesznek. A továbbtanulási eredményeink is jók, ám bár én manapság azt mondom, hogy nem a felvétel számít, a diplomaszerzés. Értelemszerűen tehát nem bejutni az elsődlegesen nehéz manapság a felsőoktatási intézményekbe, ebben is sikeresek diákjaink, de nem csak a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás az, ami meghatározó lehet egy iskola választásnál. Milyen szakokat indítanak a következő tanévben? Mi az, amiből válogathatnak a nyolcadikosok? Tradicionális képzéseinket továbbra is kínáljuk, több évtizedes és mondhatni sikerágazatnak nevezhető az angol emelt óraszámú képzés. Emellett kínáljuk a német emelt óraszámú és az olasz emelt óraszámú képzést is. Az angol emelt óraszámú képzésnél választhatóvá tettük már ettől a tanévtől második idegen nyelvként az olasz nyelvet is, ami azt gondolom, hogy növeli a vonzást, a vonzerőt a 8. osztályos diákok számára. A nyelvi képzéseink kiegészülnek az 5 éves képzést jelentő nyelvi előkészítő évfolyamos angol képzéssel, amely értelemszerűen egy magas első éves óraszám mellett ugyanazt a célt fogalmazza meg kötelező kimeneti pontként a középfokú C-típusú nyelvvizsgát. Új kínálatként jelenítjük meg a biológia emelt óraszámú képzést, és hát örömmel mondhatom, hogy jó feltételekkel indulunk, hiszen éppen biológia tantárgyból az elmúlt héten 3 diákunknak az OKTV dolgozatát terjesztettük fel a második fordulóba való behíváshoz. Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen jelzi, hogy felkészültek vagyunk ennek a képzésnek a sikeres folytatására is, amely földrajzi körülményeink okán úgy gondolom, hogy mindenképpen érdeklődésre tarthat számot. És hát a tradicionális, klasszikusnak nevezhető 4 év folyamos általános tantervű képzés. A nézők, míg beszélgetünk, láthatnak képeket, az előbb már mutatták is kollégáink a nyílt napról. Milyen az érdeklődés, mit lehet prognosztizálni a jelentkezőkkel kapcsolatosan? Nyílt nap alapján nehéz megmondani, hogy valójában a hozzánk felvett tanulók száma hogyan alakul majd a következő tanévben. Minden esetre biztató, hogy az idén 93 diák és jó néhány szülő jelent meg az intézmény nyílt napján, amelyet az elmúlt évben megújítottunk, interaktívvá tettünk, és egyértelmű törekvésünk ezzel a nyílt nappal, hogy a leendő diákjaink belekóstolhassanak a gimnáziumi életbe, megismerhessék azokat a tanárokat, akik tanítani fogják őket, és hát ennek az évnek az újítása, újdonsága volt, hogy a nyílt nap alkalmával bemutattuk a jövő évi 9. osztályos osztályfőnököket is. Akikkel és más pedagógusokkal is a nyolcadikosok találkozhatnak már, hiszen ez is egy újdonság, méghozzá az általános iskolákban már most a tanév folyamán, hiszen időről időre megjelennek a gimnázium pedagógusai, és órát tartanak a nyolcadikosoknak. Így van, ez megint csak új kezdeményezés volt a részünkről. Filozófiánk szerint nem csak nyitottnak kell lenni, hanem ezt a nyitottságot meg is kell mutatni a környezetünk számára. Ennek a törekvésnek a jegyében szerveztük a kihelyezett általános iskolai tanítási órákat. Zajlott ez magyar nyelvből, fizikából, biológiából, informatikából, és hát én azt gondolom, hogy rendkívül nagy sikere volt a diákok között, és komoly tapasztalatokat szereztek a kollégák az általános iskolában az érdeklődő 8. és 7. osztályos diákok között. Nyilván a diákokat nem csak az érdekli, hogy milyen magas szintű az oktatás a gimnáziumban, hanem hogy milyen a diák élet. Mire számíthatnak ezen a fronton a 8-osok? Pontosan annak érdekében, hogy a diák életet is megismerhessék, részt veszünk osztályfőnöki órákon is a kihelyezett tanítási órák mellett. A Tapolcai járás valamennyi általános iskolájának 8. osztályában ezek a bemutatkozó órák megtörténtek, ahol nem csak az intézmény képviselője, hanem a diák önkormányzat
néhány tagja is megjelenik, beszél az iskoláról, elmeséli azokat az élményeket, amelyeket nálunk szereznek, és hát ebben meghatározó jelentőségű valóban az önkormányzatiság, a diák önkormányzat működése, amelynek legnagyobb eseménye a mindenkori diáknap, melyre októberben került sor. Ugyanígy a nyílt napnak is szerves részét képezte, negyedikes diák önkormányzati képviselő diákunk által önállóan készített bemutatása az intézménynek, amely kifejezetten a diák élet szempontjából közelítette meg az iskolát. És hát kellemes élmény minden évben a diákfórumon beszélgetni diákjainkkal, amikor összegezzük az intézményben zajló diák életet, az ő tapasztalataikat és az idén hangzott el tőlük ez a sommás megállapítás, hogy külön erénye az intézménynek, hogy közvetlenek a tanárok, és probléma centrikusak, tehát a megoldásokat keresik. Az internet segítségével sokan láthatnak minket nem csak Tapolcán, hanem távolabb is. Hát, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, beszéljünk egy kicsit a kollégiumról, a kollégiumi elhelyezésről, hiszen erre is van lehetőség. Így van, intézményünkkel közös igazgatás alá tartozik a kollégium, ám bár gyökereit tekintve a gimnázium mellett és a gimnázium létrehozásával párhuzamosan alapították a kollégiumot, ennek következtében örülünk is, hogy egy intézményként gondolhatunk gimnáziumra és kollégiumra. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy rendkívül jó feltételeket tudunk kínálni a hozzánk jelentkező, vidékről érkező tanulók számára. Éppen az elmúlt időszakban egy pályaválasztás fogadóórán Celdömölkről érkezett szülő a gyermekével, és hát nagy örömmel hallotta, hogy a nálunk, és láthatta, hogy nálunk a kollégiumban nem a klasszikus elhelyezésről beszélünk, hanem a két szobához tartozó fürdőszoba, vizes blokk, illetve hát a három ágyas szobák mindenképpen élhető feltételeket, sőt kiváló feltételeket biztosítanak a kollégisták számára. És nem utolsó szempont, hogy közel van a gimnáziumhoz. Hát erről nem is beszélve. Családias légkörben működik ennek következtében, és hát annak következtében is, hogy a kollégiumi nevelő tanári ellátottságunk kiváló, valamint akár gimnáziumi tanáraink is részt vesznek a kollégium feladatának az ellátásában. Ha valaki elmulasztotta volna a nyílt napot, és szeretné megismerni az intézményt, az ott folyó munkát, van-e lehetőség arra, hogy még mielőtt a papírra ráírja az intézmény nevét, egy kicsit jobban megismerje? Természetesen erre folyamatosan van lehetőség. A holnapi nap folyamán tartjuk például 3 órától a pályaválasztási fogadóóránkat, de én erre azt szoktam mondani, hogy ez egy szervezett esemény. Bármikor megkereshetnek bennünket, személy szerint engem, vagy az intézményben dolgozó akármelyik kollégánkat, aki ismerős a számára, hiszen nyitottak vagyunk, szívesen bemutatjuk az intézményünket, hiszen azt gondolom van, mire büszkének lennünk. Igazgatóasszony, közeleg ennek az évnek a vége, ami nem a tanév vége, de mégiscsak karácsony, és aztán gőzerővel a szalagavatóra való készülés, és aztán nem is beszélve az érettségre való felkészülésről, hogy tekint a következő időszak elé. Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb időszak az mindig a második fél év. Összezsúfolódnak az események, kezdődik a szalagavatóval, de azt megelőzően az érettségire jelentkezéssel. És az érettségire jelentkezés, jelentkeztetés az egyben a nagy döntések időszaka is, hiszen én úgy tapasztalom, hogy diákjainknak a választása az elsősorban az utolsó évre szilárdul meg. Ezért is javaslom elsődlegesen a gimnáziumnak a választását 8. osztályos diákok számára, hiszen úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy 14-15 évesen pontosan lehet távlati életcélokat megfogalmazni, és ahhoz, hogy jó alapokat szerezzen valaki, jó munícióval induljon, mind műveltségben, mind emberi tartásban, én azt gondolom, hogy jó feltételeket biztosít egy gimnáziumi képzés. Köszönjük szépen, igazán jó végszó volt. Igazgatóasszony, sok sikert kívánunk, és hát szép ünnepeket majd a gimnázium minden tanulójának és pedagógusának is. Köszönjük, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Köszönöm még egyszer a meghívást. Kedves nézőink, kérem, hogy maradjanak velünk, mert továbbra is továbbtanulással kapcsolatos témával foglalkozunk. Vendégünk lesz Szollár Gyula, a Széchenyi István szakképzőiskola igazgatója.
nézőink, ahogy ígértem, tovább tanulási témával folytatjuk. Köszöntöm a stúdióban Szollár Gyulát, a Széchenyi István szakképzőiskola igazgatóját, de talán nem is pontosan mondtam az intézmény nevét, hiszen Széchenyi István szakképzőiskola és gimnázium, ha jól tudom. Igen, ennél egy kicsit bonyolultabb. Még hosszabb. Nagyon sok tisztelettel köszöntöm a tévénézőket, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Az iskola pontos neve Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképzőiskola. Olyan nagyon nem érdemes megjegyezni, mert szeptembertől megint változtatni kell, törvényi erőtől fogva, úgyhogy. Mit jelent a gimnázium? Most azt hiszem, hogy sokan fölkapták a fejüket. Igen. Terveztük gimnáziumi osztályindítását szeptembertől. Aztán úgy alakultak a körülmények, hogy erről lemondtunk. Igazgató úr, hát izgalmas időszak elé néznek. Azt hiszem, hogy van munka most bőven elég azzal kapcsolatban, hogy minél inkább megismertessék a továbbtanulókkal az iskolát. Mit tesznek ennek érdekében? Hát mindenféle fórumon részt veszünk, sőt, elmegyünk az általános iskolákba, nem csak Tapolcán, hanem környező településekre, elég nagy vonzáskörzetben. Hát próbáljuk a gyerekeket, illetve szülőket korrekt módon tájékoztatni mindazon változásokról, ami a szakképzésben szeptembertől megint végbe megy. Mert bizony végbe megy. Mi az, amit nagyon fontos tudnunk erről? Hát sok mindent. Változnak az elnevezések. Tehát ilyet, hogy szakközépiskola, az egészen más fog jelenteni. Igen. Lesz, csak más fog jelenteni. Tehát a hagyományos szakközépiskola, ami érettségit ad, annak az lesz a neve, hogy szakgimnázium. Igen. A 3 éves szakmunkás képzésnek pedig az lesz a neve, hogy szakközépiskola. Tehát itt nagyon figyelni kell, amikor azokat a kódszámokat beírjuk, hogy most pontosan mit is szeretnék. És hogyha megengedi, akkor adnék egy-két tanácsot mindenképpen örömmel fogadjuk a szülőknek, illetve a gyermekeknek. Ez egyik fontos tanácsom az, hogy lényeges az önismeret. Tehát a gyermekeknél, hogy pontosan mire is képes, mit akar, mit szeretne. Tudom, hogy ez nehéz kérdés, de azért, hogyha a gyermekünket ismerjük szülőként, akkor azért az látszik, hogy vajon ő milyen beállítottságú. Képes arra, hogy naponta 3-4 órát, ha kell, magoljon és tanuljon. Ami egy nagyon jó dolog, és nagyon jó tulajdonság, vagy a gyermekem olyan beállítottságú, hogy bütykölni szeret. Szeret segíteni anyának főzni, apának kerítést festeni, bütykölni, fizet szerelni, vagy bármit. Ez nagyon fontos dolog. Ugyanis az átjárhatóság az egy kicsit korlátozottá vált. Ha rosszul dönt a gyerek, akkor előfordulhat, hogy nagyon sokáig frusztrált lesz. És benne ragad egy szituációban, egy iskolában. Benne ragad. Igen. Sikertelenség övezi körül, és innentől kezdve kettelenül tanul, és ez nagyon nem jó. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos most ismerni a gyermeknek önmagát, és a szülőnek ismerni a gyermekét, hogy pontosan mire is gondolok. Az átjárhatóság azért lesz nehéz, mert már ugye most szakgimnáziumnak, szeptembertől szakgimnáziumnak hívott képzésbe, már 9. osztálytól gyakorlati képzés folyik, hiszen a 4 év eltelte után nem csak érettségi vizsgát tesz, hanem egy szakmai érettségit is, tehát kap egy szakmát. Tehát a szakgimnázium az egy érettségivel és egy szakmával zárul. És ha már ő gyakorlatot tanul 9-től, akkor például egy sima gimnázium osztályból nem tud becsatlakozni. És pontosan ezért kell átgondolni, mert az 5. évben viszont egy középfokú szakmát kap a gyermek. Tehát 5 év alatt egy alapszakmával és egy technikus szintű szakmával megy ki a szakgimnáziumból. Ez, hogyha egy másfajta képzés után akarja megtenni, akkor az ő neki 1 évbe többe kerül. Tehát 6 év alatt jut el egy technikus szakmához. Nagyon át kell gondolni valóban. Nagyon át kell gondolni. A szlogán, amit olyan sokszor hallottunk már, hogy egy jó szakma felér egy diplomával. Mennyire igaz itt, Tapolcán? Hogy érzi, igazgató úr? Nézze, én úgy gondolom, hogy ha valaki hivatott arra, és tehetsége van arra, hogy diplomát szerezzen, az szerezzen diplomát. De az nagyon fontos, hogy szeretni kell azt a területet. Már bocsánat, büfészakon végzett diploma,
az nem biztos, az hogy annyit sikert, is annyit is fog érni. Ugyanezt mondom a szakképzése is. Ha valaki szereti a szakmáját, nézze, egy jó szakmával 21-22 évesen karriert tud csinálni. Én nekem ez a véleményem. De az a fontos, én legfontosnak azt tartom, hogy szeresse, amit csinál. Legyen az akármi. Én ezt tartom a legfontosabbnak. És én azért biztatom arra a gyerekeket, hogy lányok, fiúk, körül kell nézni. Meg kell nézni az iskolákat, hogy milyen képzés folyik. El kell jönni hozzánk is. Én úgy gondolom, hogy nincs mi szégyenkezzünk. Tehát aki hozzánk eljön és látja a feltételeinket, az iskolánkat, a kollégákkal beszélget, szerintem nagyon emberséges, nagyon empatikus kollégáim vannak, akkor nem dönt rosszul, ha minket választ. Nekem erről ez a véleményem. Igazgató azt mondta, hogy jó szakmát kell választani. Hát itt Tapolcán lehet jó szakmát választani, és van miből választani. És mondom ezt annak tükrében, hogy nemrégiben ünnepelte az intézmény 30. születésnapját, és hát mint egy születésnapi ajándék az egyházi szakközépiskolák közül igen előkelő helyen helyre sorolták a tapolcai szakképzőiskolát. Hát ez, azért ez nem lehet véletlen. Én is úgy gondolom, hiszen ez egy statisztikai adatok alapján kiadott közlemény vagy hír. A nőklapjának van egy melléklete, iskola választ, ez minden évben megjelenik, és ott valóban iskolánk a 3. előkelő helyet szerezte meg az egyházi fenntartású iskolák között. És itt elnézést, egy gondolatra térjek vissza, megint csak a szakképzés változására. Azt tudniuk kell a szülőknek, hogy Veszprém megyében 2 szakképző iskola van. Az egyik pápai, a másik veszprémi, állami fenntartású. A többi iskola csak tagintézmény már. Ennek vannak jó, de és lehetnek rossz oldalai is, igen. Hiszen nem biztos, hogy az adott városba jelentkezik a gyerek, oda is fog járni. Egy biztos, aki hozzánk jelentkezik, az hozzánk fog járni, ha felvételt nyer, természetesen. Egyébként is elnézést kitérek erre, vannak kósza hírek, hogy hát az egyházi fenntartású iskola, akár a mi iskolánk is, hogy nem finanszírozható, vagy erről szó sincs. Az iskolánk stabil, a fenntartó minden körülmények között, akár kiegészítve az állami normatívát, fenn fogja tartani az iskolát. Sőt, pluszt is vállal az elkövetkezendő évben. Tehát úgy gondolom, aki hozzánk jelentkezik, félnivalója nincsen. Nézzük a szakokat. Mit lehet választani? Ugye hagyományosan szakközépiskola, most már egy szakgimnáziumi szinten, a vendéglátás, illetve az informatika hirdetjük meg, illetve most kiegészül az épületgépészeti vonallal. Azt tudni kell, hogy épületgépész szakmákat már nagyon régóta oktatunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen. Így van. Nagyon sikeresen. Úgy gondoljuk, hogy most megpróbáljuk technikus szintre felhozni, ezért hirdetjük ezt a fajta képzést. Tehát innentől kezdve akkor 3 szakgimnáziumi képzést indítunk. Mindegyiknek a közös jellemzője az, hogy 4 és kap egy alapszakmát. Plusz 1 technikus szintű szakképesítés. A most már majd szakközépiskolai szinten, de igazából az a 3 szakmunkásképzés, nem győzöm hangsúlyozni, nagyon sok zűrzavart fog okozni. Ezt még sokat el kell mondanunk, igen. Ott ugye hagyományosan ugyancsak az épületgépészetbe hirdetünk szakmát, illetve a lakatos, minden évben más neve, én csak szerkezetlakatosnak hívom, illetve a vendéglátás területén a pincér, szakács és cukrász szakmákat hirdetjük meg. Azt még egy gondolatot erről a szakközépiskolai régi nevén szakmunkás képzésről, hogy eznek van folytatása. Tehát 3 után, ha a gyermek szakképesítést kap, akkor kiszállhat szakmunkás bizonyítvánnyal. De ha akar, akkor plusz 2 és érettségi vizsgát tehet. Tehát így 5 alatt juthat el egy szakmáig, illetve egy érettségi vizsgáig. De ez nem kötelező. Ez szabadon választható. Ez fontos, úgy gondolom. És az is fontos lenne, hogy jöjjenek el hozzánk a gyerekek, nézzék meg a tanműhelyt, nézzék meg a tankonyhát, a tanéttermet, nyílt napokat szervezünk,
a szórólapokon, ami szerintem a környékben általános iskolában minden diák kezében ott van, pontosan rajt van, hogy mikor lesznek ezek a nyílt napok, egyébként december 15 és december 16. Egész délutat ott tölthetik, bemehetnek mindenhova, kipróbálhatnak mindent, süthetnek, főzhetnek, meg is ehetik, amit főztek maguknak. És innentől kezdve szerintem a döntésüket mindenféleképpen segíti. Tehát én úgy gondolom, aki hozzánk jön szakmát tanulni, az rosszul nem jár, hiszen nagyon jó szakmai képzés folyik nálunk. Bizonyítja az is, hogy az elmúlt 30 évben 78 tanulónk országos versenyen, szakmai versenyen, ott volt az első 5 helyezett között, de volt olyan év, amikor az első 3 helyet hoztuk el, tavalyi évben is volt sikerünk, és mindig más-más szakmában. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy szakterület, hanem szinte minden szakterületen ott vagyunk az országos versenyeken minden évben, és eredményesen szerepelnek a tanulóink. És nagyszerű körülmények között dolgozhatnak, hiszen egyedülállóan felszerelt a tankonyha, nem is beszélve a tanműhelyről, amit most a nézőknek is meg tudunk majd talán mutatni vágóképeken, hogy ismételten egy fejlesztés történt, akár a tanműhelyt nézzük akkor is. Igen, én úgy gondolom, hogy folyamatosan tudunk fejleszteni. Ezt köszönhetjük annak, hogy nagyon kiterjedt a kapcsolatrendszerünk. Köszönhető a kollégáknak, hiszen a kollégák is életszerűek. Tehát ők benn dolgoznak a szakmában, szinte kivétel nélkül. Ebből adódóan kapcsolatrendszerük jó. Minden tanulót el tudunk helyezni tanulószerződéssel. Tehát soha nem volt olyan gond, hogy a tanulóinkat nem tudtuk elhelyezni. Én úgy gondolom, ez azt is jelenti, hogy a környék vállalkozói meg vannak elégedve azokkal a gyermekeinkkel, az ő szaktudásukkal. Én szerintem ez nagyon fontos. Számomra, mint mondjuk szülő számára fontos lehet a gyakorlati hely is, és a Széchenyi István Szakképző Iskolában lehetőség van akár külföldi gyakorlatra is. Igen, egyrészt a gyakorlat, tehát a gyermekeiket el tudjuk vinni külföldi gyakorlatra, pályázati pénzből, ez elsősorban a vendéglátás területén 4 hetes gyakorlatokat szervezünk. Az idei évben 20 tanulónk volt kint, és nagyon jó szállodákban, éttermekben Németországban. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Illetve hát most például készülünk a Nemzetközi Szakács Pincérversenyre, áprilisban lesz nálunk mi szervezzük, 4 ország részvételével. Úgy gondolom, hogy majd a Tapolca TV-s hírt ad róla. Természetesen ott leszünk. Nézzük, megnézhetik, hogy milyen szép dolgokat tudnak produkálni a gyermekeink. Igazgató, az előbb igazgató asszonytól is megkérdeztem. Nagyon munkás időszak lesz ez a következő a karácsonnyal, a szalagavatóval, és aztán az érettségire való felkészüléssel, meg aztán a továbbtanulással, hogy tekint a következő időszak, a következő fél év elé. Reménykedve. Hát ugye bonyolódik a dolog nálunk még azzal, hogy szintvizsgák is vannak. Uh-huh. Tehát itt a 9-eseknek megtörténik majd tavasz környékén a szintvizsgája, ez elég nagy feladatot ró a kollégákra. Akkor ugye itt van a verseny, a nemzetközi verseny, egyéb más versenyek, hát szalagavató, érettségi jelentkezés. Tehát van dolgunk bőven, nem unatkozunk, de hát ez így jó. És természetesen, aki megérdeklődik az iskola iránt, az mehet bármikor. Ez természetes. Soha senkit nem küldünk el, én magam sem. Sőt, ha valaki érdeklődik, arra mindig gondot fordítunk, hogy ne csak szóban kapjon tájékoztatást, hanem végigvezetjük, sőt, ha van rá ideje, akkor ott is maradhat, beülhet az órára, bemehet a tanműhelybe, próbálja ki, hogy mit szeretne, hogy valóban azt akarja-e, amit ő elképzelt, mert amikor megfogja a kalapács súlyát, vagy odaig a lántás a keze alatt, akkor lehet, hogy meggondolja magát, hogy hát talán mégsem ez kellene nekem. Akkor még mindig választhat mást a Széchenyi kínálatából. Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánunk a második fél évre is. Nagyon szépen köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok köszönjük. A tévénézőknek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, kérem, hogy maradjanak velünk, egész könnyed témával folytatjuk, de nagyon komolyan. Mário a harmonikás régió barátja a tapolcaiaknak, nagy koncertre készül, nem is egyre, hanem kettőre, méghozzá karácsonyi koncertre és big band kísérettel. Nézzünk bele ebbe, hogy hol tart a készülődés. Better watch out, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's the naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping and knows when you're the best. Knows when you've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not fall. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kedves nézőink, ahogy ígértük, folytatjuk az adást méghozzá Márióval. Nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, és hát a nézők, amit most láttak, azt hiszem egy kis magyarázatra szorul. Mi volt ez? Hát szép jó estét kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Tulajdonképpen egy flashmob volt, ugye ez most egy elég új dolog, ami hát nyilván honnan máshol nem Amerikából indult, ugye. És tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy majd aztán elmondom nyilván, hogy mi ennek az apropója. Történetesen most zenészek voltak szamaszéjjel a bevásárlóközpontban, és az a lényeg, hogy elindul a zene, megszólal a felső hangszórókban, a hangosban, hogy így mondjam, a muzsika, és akkor ennek hatására előszedik a polcok közül, illetve vagy a ruhanemű közül, vagy éppen milyen üzletben vannak, vagy akár műszaki boltban, a hangszereket, mintha éppen akkor találták volna, magukhoz veszik, és tehát tulajdonképpen ez egy ilyen vicces, tréfás dolog, és egy színpadon találkozik az egész zenekar, és tulajdonképpen ott eljátsszák a dalt. Ez a lényeg, és a végén pedig eltűnnek. Tehát ez egy tényleg egy ilyen pár perces, igazából összességében ez egy ilyen 20-25 perces történet volt, hogy így mondjam. A flashmob mindig népszerűsít valamit, egy eszmét, egy gondolatot, és most pedig egy koncertet. Ismét karácsonyi koncertre készülsz, tavaly is sikerült erről beszélgetnünk, és azt hiszem, hogy nagyon nagy sikerrel zárultak ezek a koncertek. Az idén mit tudtok nyújtani? Hát az idén is ugye megrendezzük ezeket a koncerteket, mivel teljes mértékig karácsonyi, karácsonyi hangulatú műsorról van szó, és ezt egy Big Band zenekarral, történetesen a szombathelyi Isis Big Band zenekarral valósítottuk meg, és hát nagyon keményen folynak ugye most is a próbák. A plusz, amit hozzáteszünk, az tulajdonképpen annyi, hogy tavaly megpróbálkoztunk egy helyszínnel, a Szombathelyen volt a Bartók Béla teremben, és az idén pedig Budapesten is lesz egy koncert, tehát gyakorlatilag kettő koncertnek nézünk, hogy így mondjam, elébe. Nézők láthatnak is a tavalyi koncertből felvételeket most, amíg mi beszélgetünk. Ez egy hatalmas terem, telt ház volt? Igen, hála Istennek telt ház volt, úgyhogy az idén is a legjobb tudomásom szerint elég jól fogynak a jegyek, úgyhogy reméljük, hogy tudjuk hozni azt a formát, amit tavaly. Sztár vendégünk is lesz az idén Baby Gabi személyében, akivel két közös duettet fogok énekelni. Hát Gabi nagyon jó hangú énekesnő, úgyhogy biztos, hogy nagyszerű lesz. Hogy válogattad össze a dalokat? Milyen szempontok szerint? Hát nyilván karácsonyi legyen ez alap. Igen, hát tulajdonképpen a klasszikus karácsonyi dalokról van szó. Tulajdonképpen a Big Band zenekarnak, hogy így mondjam, volt már egy repertoárja, és összedugtuk a fejünket ugye a zenekar vezetőjével, Pintér Robival, és hát közösen kitaláltuk azt, hogy mi legyen a gerince a műsornak, mik azok a fő klasszikus karácsonyi dalok, melódiák, amiket nem szívesen hagynánk ki, amiket természetesen mindenki ismer, és aztán ezeket egészítettük ki tulajdonképpen saját ötletből egy-két dallal, hallható benne egyetlen egy karácsonyi saját szerzeményem is, az Angyalszárnyon, amit a backgrounddal dolgoztunk fel, de egyébként nagy vonalakban klasszikus hangvételű karácsonyi dalok lesznek, és ami nagyon fontos, hogy nagy részt magyar szöveggel, tehát ez mi igazából ragaszkodtunk. Van természetesen egy-két olyan dal, amihez nem találtunk magyar szöveget, vagy nem íródott hozzá magyar szöveg, és ezt azokat eredeti nyelven énekeljük. Miért pont egy Big Bandet választott? Tehát választottál volna a filharmonikusokat, Dixieland csapatot, tehát annyiféle variáció lehetne. Miért pont a Big Band? Talán hallottunk egy-két olyan felvételt
főleg az ötlet igazából ugye a Balogh Zsolti menedzseremtől indult. És hát találtunk, illetve hallottunk egy-két olyan muzsikát, ami kifejezetten Big Bandre íródott. Őszinte vagyok, nem voltam és nem is vagyok annyira járatos a Big Band muzsikából, már csak a hangszeremnél fogva sem. És azon nagyon-nagyon megtetszett, tulajdonképpen nagyon kevés melankólikus lírai hangvételű dal, hanem inkább ez a nagyon vidám, swinges dolgok, kicsit rock and rollos lüktetésű dolgok egy-két dalban, amitől tényleg igazán vidám tud lenni a dolog, és főleg ami nagyon fontos, és amit én érzek az egésznek a hangulatában, az nem is inkább konkrétan a karácsonyfa alatt, vagy közben, amikor tényleg a Szenteste eljön, hanem inkább a karácsonyra való készülődés, ami nekem erről igazából eszembe jut. Tehát autóban könnyen hallgatható, az ember szívét, lelkét vidámítja. Könnyebben vásárol. Igen, könnyebben vásárol ezekre a dallamokra. Hogy mennek a próbák? Nem mentek-e egymás agyára? Nem veszekedtek-e sokat? Vagy éppen azt mondod, hogy nagy a harmónia? Hol tartatok? Hát igazából Robi elég jól kézben tartja ezeket a dolgokat. Ő nagyon régóta dolgozik ugye a Big Band csapattal. Vannak olyan próbák is, amin én nem vettem részt, tehát gondolok itt akár a background próbára, akár a vokál próbákra, amiket ők természetesen nélkülem ugye összeállítottak és összegyakoroltak, de alapjaiba véve természetesen otthon is saját magam nyilván folyik a készülődés, tehát a folyamatos gyakorlása ezeknek a daloknak, ezeknek a nótáknak, hiszen a koncert napjára ezeknek teljesen fejből, legalábbis részemről ugye kívülről kell, hogy menjen. És hát a tavalyi repertoárhoz képest két új dalt még feldolgoztunk, amiben van változás, illetve amit mondtam, a plusztár vendég. Úgyhogy de nagyon-nagyon jól folynak a munkák, úgyhogy vidáman telnek, inkább azt mondom, majd részt vidámságban. És hát hogy tolerálja mindezt a család? Elég sokat jársz fellépni hétvégenként. Hétközben még elmész próbálni, és hát készülni kéne karácsonyra. Nem csak így, hát hanem máshogy is. Egy kicsit úgy nélkülöznek most ilyenkor, de azt gondolom, hogy januárban ezt be fogjuk pótolni. Mindig persze szakítok azért időt azért a családra természetesen, de tény és való, hogy ez a decemberi hónap ebből kifolyólag is eléggé. Akár a fellépéseket, akár ugye próbákat tekintve zsúfolt, de mondom, lesz rá biztos idő, amikor ezt tudom majd kárpótolni. Meg nagy örömmel teszed te ezt, én látom rajtad. Hát így van. Sokat beszéltünk a koncertről, csak azt nem mondtuk el, hogy hol és mikor lesz. Hát december 19-én, most előreugrottam időpontba, Szombathelyen a Bartók Béla teremben lesz a koncert. 19 órai kezdettel, illetve december 11-én pedig Budapesten. Körösi Csoma Művelődési Központban játszunk Kőbányán, az pedig december 11-e lesz, és 20 órai kezdettel. Most majdnem összekevertem a két dátumon, de ez a pontos információ. 19-e Szombathely, 11-e Budapest. Így van. Hogy juthatunk jegyekhez? A budapesti koncertre internetes foglalás van, elsősorban a jegy.hu oldalon találunk erre jegyet, de egyébként az én Facebook oldalamon is elég információkat lehet olvasni a koncertekről, illetve folyamatosan töltjük fel ugye azokat a videókat, amin látni lehet magát a próbákat, illetve a ezzel kapcsolatos készülődéseket. És Szombathelyen pedig a Bartók teremben lehet vásárolni jegyeket, illetve úgy tudom, hogy talán Szombathelyen többi jegyiroda is foglalkozik ezzel. De ebben természetesen az én menedzsmentem is tud segíteni. Tehát ha valaki elakadna abban, hogy tud igazából könnyedén jegyhez jutni, akkor egyszerűen felmegy a Facebook oldalra, ott megtalálja kapcsolatokat, és azon keresztül nagyon szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre. Nem fogadták tavaly, mert az idén már azért már hozzászoktunk szinte, hát én magam például vártam is, hogy lesz egy ilyen koncert, de tavaly nem lepődtek meg azon, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy Mário egy harmonikával, és ahogy mondtad, nem passzol bele a Big Band csapatba, de mégis együtt egy harmóniában egy nagyszerű karácsonyi koncertet ad? Hát igazából mi az volt az egész, vagy igazából attól féltünk csak, vagy túlzás az, hogy féltünk. Talán inkább izgultunk azon, hogy nem is a harmonika és a fúvós zene összeegyeztetés, ami egy roppant izgalmas dolog egyébként, hanem, és egy kihívás is, hanem inkább attól, hogy az a közönség, aki jobbára nem ezt a műfajt szokta meg tőlem, hogy az, tehát tulajdonképpen mit fog belőle kiváltani, vagy mi lesz az egésznek a fogadtatása, inkább így akarnám mondani. Tehát ettől jobban izgultunk egyébként, mint a két, a fúvós és a harmonika összességében.
hogyan szól, inkább azon jobban izgultunk, de úgy tűnt, hogy nagyon jól sült el a dolog. Tehát hát ezek a nagyon finom swinges, jazzes hangzások, azt hiszem mindenkinek a szívéig eljutottak, azok is, akik a másik dalaidat kedvelik. Igen, igen, és hát ugye azt nyilván tudni kell, hogy a Big Band zenekarnál, pláne ezek a fajta hangszerelések, nagy részük egyébként, főleg gondolok itt a Santa Clausra például eredeti Bublé partitúrából van. Tehát ezeket a partitúrákat nem a zenekaron belül írták, illetve van egy magyar dal, egy Neoton dal, Elmúlik karácsony, azt a zenekar egyik kiváló trombitása, Tomena Ákos írta ezeknek az aranzsereit és a partitúráit, hanem nagyrészt ezek gyakorlatilag gyári megírt partitúrák, és nem igazán az elvont jazz, tehát ez tényleg nagyon a könnyű része. Talán akik mondjuk nem annyira jazzzenekedvelők, akkor tehát ne ijedjenek meg, nincs ebbe semmi. Tehát tényleg nagyon... Érteni fogjuk a zenét. A könnyű részét választottuk, hiszen a Big Band tulajdonképpen nagy részt erről szól. És hát pláne a karácsonyi dalok esetében meg aztán egyértelműen. És a tavalyi koncertből lett egy DVD is. Így amit, van. Amit szintén most lehet megvásárolni. Igen, hát nemrégiben jelent meg, ugye november 27-én került kereskedelmi forgalomba, és ezt a DVD-t már lehet kapni. Azt hiszem, már itt vagyunk a Tapolca Televízióban, akkor azért el kell, hogy mondjam, hogy a Tapolca Televízió operatőre volt a vezető operatőr ezen a koncerten, Török Zsolti személyében, úgyhogy nagyon köszönjük neki, és hát nem is tudom, mit mondjak, teljesen meg vagyok hatva. Mi is, hogy itt vagy, meg hogy beszámoltunk egy ilyen nagy dologról, mert azt hiszem, hogy ezt így elmondani, hogy jó, hát Máriónak lesz egy karácsonyi koncertje, egy Big Band-del, ezt ugye elmondjuk, de ha belegondol az ember, hogy ebben mennyi munka van, mennyi belefektetett energia, akkor azért ez tényleg egy nagyon nagy dolog. Hát igen, hát pláne az, hogy ugye a hangkeverések is, most majdnem azt mondtam, hogy az, hát nyilván ugye a képkeverés és a vágás és a lemezborító tervezés, hát nyilván minden egyes mozzanata vagy fázisa ennek a dolognak sok munkával jár. Hangkeverések azok tavasz óta folytak gyakorlatilag, amire elított ebben a formájában. Jó, persze nem napi 8 órát foglalkoztunk vele, hiszen más teendő is volt, de volt vele sok munka. De nem is erre akartam rátérni, a lényeg az, hogy a kezünkben van már ez a lemez, úgyhogy... És akár nagyszerű karácsonyi ajándék is lehetne, csak itt súgok a kedves nézőknek. Igen. Köszönjük. Nem akarok kukacoskodni, de minthogyha akartál volna felajánlani valamit a nézőinknek, igen, és akkor ezt így most finoman mondtam. Mielőtt még elrohannék. Igen. Igen, hát a szombathelyi koncertre tulajdonképpen 2 darab jegyet ajánlunk fel, ami beszéltük ugye egy adáson kívül, hogy ezt kisorsoljátok. Igen. És annak a kedves nézőnek, illetve párosnak, aki ezt eltalálja majd, nem tudom, hogy mi lesz majd nyilván a kérdés, ezt rátok bízom, kisorsolunk 2 darab belépőjegyet a december 19-i szombathelyi koncertre. Nagyon szépen köszönjük. A kedves nézőknek mondom, hogy a jövő hétfői Jó Estét Tapolca interaktív magazinban az első telefonáló fogja majd megkapni ezt a 2 jegyet, és nagyon szépen köszönjük neked a felajánlást. Nem sokára karácsony, egyébként tudsz-e készülni? Hát a karácsonyra... Annyira most nem, de egy picit szakítunk rá azért időt nyilván. Mindenképpen, persze. Úgyhogy megpróbálom azért kivenni javarészt belőle, a készülődésből a részem, amennyire tudom. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, hogy elmondtad a nagyszerű koncertek hírét. Remélem, hogy minél többen el fognak menni, és meghallgatnak majd benneteket Szombathelyén és Budapesten is. Sok sikert kívánunk, és szép karácsonyt. Sok szeretettel köszönöm, viszont kívánom. Kedves nézőink, kérem, hogy maradjanak velünk. Következő vendégünk Tihanyini Bálint Zsuzsa lesz, a Tapolcai Városi Képzőművészkör művészeti vezetője. When you're sleeping and knows when you're to be and knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pull, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Kedves nézőink, folytatjuk a Jó Estét Tapolca interaktív magazin műsorunkat élőben innen a Tapolcai Városi Televízió adásteréből. Nagy szeretettel köszöntöm Tihanyiné Bálint Zsuzsannát, a Tapolcai Városi Képzőművészkör vezetőjét. Zsuzsát azért hívtuk meg, mert egy adventi tárlattal készült nem csak a város, de a hozzánk látogató kedves közönségnek is a képzőművészkör minden tagja, hiszen egy közös tárlat nyílott nemrégiben. Mi ennek a története? Hiszen nem először van ilyen. Igen, először is én is köszönöm a köszöntést, és én is köszöntöm a kedves nézőket sok szeretettel, mint ahogy alkalmam volt ő, és azt a megtisztelő feladatot kaptam a kiállítás elején, hogy mint szakmai vezető köszöntöttem a nagyon-nagyon jó ízű és emiatt emlékezetes hangulatú tárlat közönségét. Az apropója ennek a tárlatnak, immáron mondhatom azt, hogy hagyományosan, hogy hatodik alkalommal minden év végén egy az év során létrehozott alkotásainkból, és ezt még egyszer szeretném aláhúzni, hogy az ez év során létrehozott alkotásainkból, ez az egyetlen egy dolog, amihez a szakkör tagjaival kapcsolatosan ragaszkodom, minden évben készítünk egy bemutatkozó tárlatot, amelyre minden évben, így évvégén, a decemberi hónapban várjuk szeretettel a nézőközönséget, és amelyre óriási örömünkre általában azért elég szép számmal gyűlnek össze nem csak a legközelebbi rokonaink, barátaink, hanem ahogy ez az idei tárlat megnyitó is bizonyította, lényegesen nagyobb közönség, ami hát ugye nagy öröm szívünknek, hiszen azért az alkotók hiába elsősorban persze saját örömükre alkotnak, és hát az a jó, hogyha amiatt alkotnak, de természetesen minden alkotóban van egy egészséges szintű exhibicionizmus, mert hát kiben nincsen egyébként, van, amúgy ez egy természetes legyen. Dolog, csak megfelelő szintig menjen el a dolog, és hát nagy örömünkre szolgált az, hogy nagyon nagy sikerünk volt. Minden körtagnak óriási gratulációval hizelgett és kedveskedett a nagyon-nagyon kedves közönség. Láttam közben, miközben ott én is sétálgattam, meg beszélgettem sokakkal, hogy sokakat közülünk megkértek arra, hogy vezessék végig ott a körtagja, és beszéljenek a saját, meg a többiek alkotásairól is. És hát az idén volt is miről, mert az az igazság, hogy ilyen különleges, az eddigihez képest elég más arcunkat megmutató tárlattal még soha nem mutatkoztunk be a közönségnek. Én megmondom őszintén, meg is lepődtem. Mondjuk az önarcképeken nem, hanem inkább a modern műalkotásokon. Azon meglepődtem, megmondom őszintén, de tetszettek. Nem csodálom, és nagyon örülök, hogy tetszett. Az az igazság, hogy ennek komoly oka van, ugyanis, mint ahogy az előbb mondtam, hatodik alkalommal van ilyen évvégi tárlatunk. Mikor annak idején, 6 évvel ezelőtt, megmondom az őszintét, hogy nem saját elhatározás miatt, hanem egy nagyon-nagyon kedves, nagyon régi és szeretett barátnőm, nem titok, Pálfi Gézán és Szabó Éva barátnőmnek aki a kör tagja. Aki a kör alapító tagja, mondhatni azt, hogy legeslegősébb alakító tagja, állandó évek óta folyó macerása miatt ez a városi képzőkör létrejött, akkor gyakorlatilag tulajdonképpen Horváth Robin kívül, akiről mindjárt majd szólok egy pár szót, meg rajtam kívül igazándiból a kör összes többi tagja teljesen amatőr volt, tehát semmiféle képzőművészeti tanulmány, stúdium múltja nem volt, és tulajdonképpen teljes mértékben az alapoktól indultunk. Na most mindenfajta szakmában vannak bizonyos olyan alapvető dolgok, amik nélkül azt mondja az ember, hogy ennélkül nem megy. Mit tudom, például divat. Ha valaki divattervez akar lenni, akkor az nagyon szép, hogyha vannak kreatív elképzelésé, de amíg meg nem tanulja a szabásvarrás alapvető trükkjeit, hát módjait, meg a textíliáknak a tulajdonságait, a büdös életben nem lesz belőle divattervező. Most nálunk ugyanez, a két alapvető dolog az, hogy valaki tanuljon meg portrétrajzolni, és tanulja meg a technikákat.
És a portré rajzolásról kapcsolatosan nekem az a véleményem, hogy aki portrét tud rajzolni, az mindent tud rajzolni. A portré rajzolásban minden tudnivaló benne van. Nem véletlenül van az, hogy gyakorlatilag nem csak történelmi szinten több ezer éves vonatkozásban a régi cégeknél azzal indítottak a kis cég tanoncoknál, hogy portrékat tanuljanak meg először rajzolni, hanem a mai modern világban is ugye a képzőművészeti közép és felsőfokú intézményekben is a portrérajzolás végig az egész képzési idő alatt alapvető stúdium. Nos, már mi is így kezdtük kezdetben heti két alkalommal, később sajnos ez már csak heti egy alkalomra szűkült, és az első három évben évvégén csak portrékkal mutatkoztunk be. De aztán a kör tagjai olyan fantasztikus módon, és számomra olyan elképesztő módon is gyorsan fejlődtek, hogy akkor egy picit elkezdtem őket egyre több oldalról megerőszakolni, rengeteg előadás, beszélgetéses előadáson tanultuk meg a művészet történet különböző nagy korszakait és a modern művészet izmusait, mindezeket elemezve, és utána saját magunk is ilyen konklúzió munkákban ezeket értelmezve, valamint, ami nagyon-nagyon fontos, és azt hiszem, hogy a fejlődésünkben ez is nagyon sokat nagy szerepet játszott, hogy rengetegszer megyünk el, hát sajnos csak a megyébe, ugye nagyobb távolságra anyagi okok miatt nem nagyon tudunk. Rengetegszer megyünk el ilyen amatőr csoportoknak, meg nevezetesebb képzőművészek kiállítása, illetve tárlataira, és ezeket a tárlatokat lefényképezzük, és utána szintén elemezzük és értelmezzük. Na most ez a sok oldalról történő állandó fejlesztés, valamint a Stankovics Béláné szintén alapító tag barátnőnknek a zseniális találmánya miatt, ami egy bizonyos fajta korrektúra a tanulmány, a kör tagjai aztán elkezdtek olyan látványos módon fejlődni, hogy az idén úgy gondoltam, hogy miután tavaly előtt volt egy tájkép, akkor már igen, csak tájképet állítottunk ki, gyönyörű tájképeket, igen, nagy sikerünk volt, tavaly meg csendélet kiállításunk volt, arra gondoltam, hogy most lépjünk egy hatalmas nagyot, ugorjunk a dolgok közepébe, és miután a mai modern világ is arról szól, hogy a régi konvencionális nagy témák, a portré, tájkép, csendélet, ugye ezek a hagyományos, igen, több ezer év óta a képzőművészetnek az alaptémái, a mai modern világban ezen túllépve a mai modern alkotóknál nem annyira az a lényeg, hogy a valóságot lemásolva azt ábrázolják, és úgy ábrázolják, ahogy ahhoz konvencionális a közönség hozzászokott, hanem tulajdonképpen majd, hogy nem nincs is más lassan, már más inspiráló erő, sajnos ez nem egyszer a művek értékének a rovására is megy, ezt is hozzá kell, hogy tegyem, hanem az a alapvető cél, hogy elkápráztassunk, megdöbbentsünk, megállítsunk, és valami elképesztő dolgot hozzunk létre. Mint ahogy az előbb is mondtam, és a megnyitó szövegében is részemről elhangzott az, hogy Dukáf 1907-ben az a bizonyos használt WC-kagylóval indította el ezt a sokszor egészen őrült szintig fajuló áramlatot, ami ma is búrjázik, mint sokszor, mint valami gyomnövény. Na de azért maradjunk a realitások talaján, hogy a művészetnek, a mai modern képzőművészetnek ez az egyik vetülete, ami nekem sem, és a körtagjainak sem szimpatikus. Amikor én azt mondtam nekik, és ezt már egy fél évvel ezelőtt, ugye, amikor elkezdtünk erre az évvégi kiállításra készülni, amikor azt mondtam nekik, hogy most az Új utakon címszó alatt, az idei évvégi kiállítás vonatkozásában tematikusan azt értem, hogy készíthet mindenki, ha akar, ha nagyon ragaszkodik a saját egyébként most már mindegyik részéről elég jól megismerhető és kiforrott saját stílus jegyében önálló alkotásokat is, de hát megbeszéltük közösen, hogy mi mindeneket, és akkor ugye elhangzott ilyen, meg értelmeztünk, hogy mi az, hogy objekt, meg performance, meg stb. Tehát egy-két olyan dolgot próbáltunk megvalósítani, és a közönség elé hozni, amivel azt próbáltuk nekik is, de legfőképpen persze magunknak bizonyítani, hogy azért tudunk mi egy kicsit mást is mondani, és meg is tudunk újulni, és tudunk olyan, és úgy érzem én, hogy a jó ízlést nem túllépő, nem súroló szintig modernnek lenni, ami úgy láttam, és hát ahogy te, Melinda is mondtad, hogy neked is tetszett, hogy igen, valószínűleg tetszést aratott a közönség körébe. Hát ez biztos, hogy ez nem a Dukán féle vonal. Ez egy egész nem más. Nem sokarunk offerni elvenni egyáltalán. A Városi Képzőművészkar egy csodacsapat. Elmondtad te is a megnyitón, hogy a megye legkisebb képzőművészköre, és talán a leggyorsabban fejlődő, erről is hát beszéltél. Hát azt hiszem, igen. És ami engem megdöbbentett,
hogy a alakulásotok óta hány kiállításotok volt, közös is, meg hát a körtagjainak egyéni is, elképesztő szám. Igen, a kiállítást megnyitón mondtam el a kedves közönségnek, hogy összeszámoltam, ha jól emlékszem, be akartam hozni az emlékkönyvünket, csak elfelejtettem most magammal hozni, na mindegy, de körülbelül olyan 25 kiállításunk volt a 6 év alatt. Ami szerintem azért elképesztően nagy szám. Hát először is ugye 2010-ben kezdtük el ezeket az évvégi önálló kiállításunkat, ami azt jelenti, hogy 2010, 11, 12, 13, 14, 15, tehát ez már 6 évvégi kiállítás, de ezen kívül, és ahogy a megnyitón is mondtam, most is szeretném hangsúlyozni, hogy nem mi tolakodtunk oda bizonyos helyekre, és nem is egy egészen prominens helyre, hanem minden alkalommal meghívásos módon mentünk, ami már egy magasabb szint azért, ugye. Voltunk a megye legnagyobb és legrangosabb kiállító helyiségében, az Ajkai Művelődési Házban, ahol az Ajkai tárlatot rendezik meg minden évben, ahol a kör tagjai közül 3-4-5-en is már rendszeresen szerepeltek, ami nagyon nagy megtisztelt, mert ez egy, hát majdhogy nem, egy kicsit nemzetközi jellegű, mert nem csak Magyarországról, hanem a környező országokból is pályáznak ide. Aztán szerepeltünk a Veszprém tavaszi tárlaton, ami szintén nagyon nagy dolog. Voltunk Csopakon, Arácson, Balatonfüreden, Zalahalápon, és most így hirtelenében nem jut eszebe több tárlat, de hát jó pár önálló tárlatunk volt, ami mondom, egy ilyen kis csapat részéről nagyon nagy dolog. Az is nagyon nagy dolog, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ugye minden évben egy új anyaggal mutatkozunk be, ami azt jelenti, hogy természetesen ez lehetetlenség volna, hogyha ezek az emberek csak idézelben azt csinálnák, amit itt hetente egyszer, mint portérajzolás szintjén tudunk művelni. Tehát ezek az emberek rendszeresen és nagyon-nagyon sokat otthon is dolgoznak. És azért volt jó ez a barátnőnk, kolléganőnk Anikó általi kreatúra találmány, mert ezzel a állandó korrektúra játszással, hogy úgy mondjam, borzasztó nagy mértékben tudjuk egymást fejleszteni, amiatt, mert egy-egy alkalommal, általában havonta egyszer kipakoljuk abban a hónapban elkészült összes anyagot, azon az emelten, ahol a háznak hála, kaptunk egy önálló helyiséget egyedül mi, ami azért nagyon nagy dolog, és ezúton is köszönjük a háznak, mert ez nagyon nagy segítség nekünk, hiszen mint képzőművészeti tevékenységhez ugye elég sok mindent kell itt nekünk rendszeresen tárolni. Tehát kipakoljuk az összes anyagot, és az a játék szabály, hogy senki nem mondhat a kollégáinak az alkotásairól csak egy negatív kritikát. Na most ezt már rég hozzászoktunk ahhoz, hogy ez nem arról szól, hogy a másikat maceráljuk. Hát igen, ezt nem lehet könnyű mondani sem, meg hallgatni sem. Persze, persze, igen. Megmondom az őszintét, hogy sajnos nagyon szomorú és fájdalmas volt számunkra, hogy egy nagyon kedves és nagyon szeretett kollégánktól emiatt meg is kellett válni, ő ezt nem bírta felvállalni. Ez érthető, nem mindenki tudja ezt elviselni. De nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy egyrészt az eredmény is mutatja, hogy mennyire eredmény, és másrészt állandóan hangsúlyozok, hogy ez arról szól, hogy szeretnénk tovább vinni, tovább fejleszteni a kollégákat, most attól nem fog senki tovább fejlődni, hogy jaj, de szép ez a valami. Az egy tény megállapítás, és aztán annyi, akkor az illető maradott helyben. Csak a negatív kritika visz előre. Persze, hogy a segítő szándékúan hangzik el természetesen. Ennek az évnek lassan-lassan vége, ezt mutatja az adventi tárlat is, mert a Tapolcán így mérjük az éveket, adventi tárlat, akkor vége az évnek. Igen. Jövőre mik lesznek az új utak, ami majd jártok? Van-e már terv, amit közösen kitaláltatok? Jó kérdés. A helyzet az, hogy először is rögtön az évelején azzal indul a dolog, hogy ugye mi találtuk ki a országon egyedülállóként, azért ezt hadd mondjam el nagy örömömre, nem kis dolog volt, az Ablakaink című immáron az idén, pontosabban a következő naptár év szerint következő évben ötödik alkalommal hagyományosan megrendezésre kerülő a megyében működő amatőr képzőművészeti csoportok tárlatát. Készülünk először is erre. Ez azért különleges tárlat, mert egyrészt, mint mondtam, az egész országban nem működik ilyen tárlat, ami megyei amatőr művészeti csoportokat fog össze, mert ehhez rengeteg munka volt, mire ezeket annak idején én fölkutattam, megszerveztem, összehoztam, összekönyörögtem, tehát enyhén szóval ráment körbe majdnem egy éven, mert nem minden csoport olyan mobilis, mint a miénk például. Ez a dolog egyik része, a dolog másik része pedig, hogy ez egy tematikus tárlat. Na most általában véve az amatőrök
sem, egyébként a hivatásosok még inkább nem igazán szeretik, ha megmondják nekik a tutit. Na most az, hogy ez egy tematikus tárlat, vagyis minden évben van egy bizonyos téma, az mégiscsak arról szól, hogy megmondjuk a tutit, tehát azt kell beadni, amit mi szeretnénk. Na de természetesen azért a téma mindig olyan, hogy szerintem nincs a világon olyan ember, aki ezekben a témákban ne vágna bele szívesen. Például a legközelebbi témánk éppen a Balaton lesz. Na most Veszprém megye Balaton, azt hiszem, hogy szívünk az igazán közel álló téma. Már a következő évi témát is kitaláltam, az a Adria tengerpart, ahova azt hiszem a magyarok, hogyha egy picit is tehetik, akkor hazajárok, meg szívesen járnak, és csodálatos, szintén víz-víz. Na de hogy mi mit csinálunk, hát ez még legyen meglepetés. Természetesen azért majd megint ki fogunk találni valami olyan érdekességet, ami remélem hasonlóképpen örömet fog okozni a általunk szeretett és tisztelt tapolcai közönségnek, akiket ezúton is megköszönve az idei megjelenésüket, amivel nagyon nagy örömet okoztak nekünk, várjuk őket jövőre is szeretettel, és kívánunk nagyon-nagyon boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy a vendégünk voltál. A nézőknek mondom, hogy 13-áig, december 13-áig még megtekinthető a kiállítás, jöjjenek minél többen ide a Tamási Áron Művelődési Központba. Zsuzsa, szép karácsonyt kívánunk a kör minden tagjának, és köszönjük, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, minden jót. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk voltak. Eddig tartott a Tapolcai Városi Televízió Jó Estét Tapolca élő interaktív magazin műsora. Jövő héten pedig Töreki László kollégám várja majd önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, hiszen ne feledjék, Mário felajánlott két jegyet majd a jövő heti első két telefonálónak. Viszontlátásra!